A szolnoki járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a 44 éves szolnoki nővel szemben, aki 2022. novemberében és decemberében egy szolnoki hipermarketben 14 alkalommal is más terméknek a vonalkódját húzta le az önkiszolgáló kasszánál, mint amit ténylegesen vásárolt, tájékoztatta portálunkat a Jászhegyszolnok Szolnok vármegyei főügyészség. A vádirat szerint a 44 éves nő Szolnokon 2022. november 21 és december 23 között 14 alkalommal is vásárolt egy helyi hipermarketben úgy, hogy a vásárlásai során több nagyobb értékű élelmiszer vonalkódja helyett is egy-egy olcsóbb élelmiszer vonalkódját húzta le. Kedvenc helyettesítője a vöröshagyma volt. A legtöbb esetben ugyanis a nagyobb értékű zöldségek és gyümölcsök méz- és húsvásárlásakor szinte mindig a vöröshagyma vonalkódját húzta le. A nő az áruháznak ezzel összesen 89.632 forint kárt okozott, melyből 8.834 forintot fizetett meg. Az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban, továbbá kezdeményezte, hogy a bíróság kötelezze őt az általa okozott, eddig meg nem fizetett kár megtérítésére is. Az ügyben a szolnoki járásbírósághoz majd döntést.